A hétvégén Lengyelországban a Málopolska körversenyen vesz részt a Tusnád Cycling Team. Románia egyetlen kontinentális kerékpárcsapata az elmúlt években is képviseltette magát a nagymúltú viadalon, amely idén az 54. kiírásához érkezett. A csapat a Novák Károly Eduard, Krista Daniel, Sebestyén Szabolcs, Dima Emil, André Barbu, valamint az újonnan igazolt argentin Ramos Ruben felállásban vág neki a versenynek. A viadal csütörtökön Krakkóban egy kritériumversennyel kezdődik. A prológ során a város központjában kialakított 800 méteres pályán 25 kört tesztek meg a kerékpárosok. Pénteken egy 140 kilométeres szakasz, szombaton 151 kilométer, vasárnap pedig 146 kilométer vár a kerékpárosokra. Csütörtökön rajtól a 17. alkalommal megszervezett Delta Rally. A Tulcsán és környékén zajló autóversenyre 43 csapat nevezett be. A megmérettetés az európai rally sorozat része. Kijutott a riói olimpiára a 4x100 méteres romániai gyorsváltó. A Nemzetközi Úszószövetség által közzétett lista szerint 16 ország váltója szerzett kvótát, köztük a magyarok és a románok is. A londoni úszó Európa bajnokságon elért időnek köszönhetően kivívta az olimpiai részvételt a romániai gyorsváltó. A Rádu Máriusz, Robert Glinczl, Daniel Makovej és a marosvásárhelyi Trandafir Norbert alkotta négyes hatalmas bravúrt hajtott végre, és hosszú évek után először lesz romániai férfi váltó az olimpián. Mikor van egy közösség, hogy valamiért úszunk, tehát például négyen úsztunk a váltóban, mindenki jobban úszott, mint az egyéni számba. Nem lehet megmagyarázni, hogy miért. Egyszerűen valahol, ahol többen vannak, ott több az energia, több az akarás, több valamiért jobban megy. Trandafir Norbert, Rádu Máriusz és Robert Glinczl egyéniben is teljesítette az olimpiai A-szintet, így ők az egyéni versenyben is rajthoz állnak. A marosvásárhelyi Trandafir Norbert harmadik olimpiájára készül. Erről bővebben a csütörtök esti Trendelő című műsorunkban beszél.